A rákellenes világnap alkalmából gyűltek össze az egészségügyben dolgozók és a téma iránt érdeklődők a Nyíregyházi Józsa András Kórház onkológiai osztályán. Szondi Zita, az intézmény főigazgató helyettese köszöntő beszédében az egészségfejlesztési iroda munkáját emelte ki. Ennek köszönhetően egyre inkább sikerült felhívni a figyelmet a szűrővizsgálatok jelentőségére a lakosság körében. Nagyon fontos, hogy beszéljünk róluk, hiszen a megelőzéssel, a korai felismeréssel olyan életminőség és élethossz növelést tudunk elérni, ami azt gondolom, hogy mindannyiunk számára fontos, hiszen nem csak az életévek számítanak, hanem a minőségi életévek is, és ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk növelni, ahhoz a daganatos betegségeket, amelyek mindannyiunkat veszélyeztetnek, idejében kell felismerni, de a legjobb megelőzni. Magyarországon évente több mint 70 ezer új daganatos beteget fedeznek fel, ráadásul átlagban minden negyedik ember halálát valamilyen daganatos megbetegedés okozza. Erfán József onkológus szakorvos előadásában kifejtette, a rákbetegségek kialakulása várhatóan a jövőben sem lesz kevesebb, de a tudomány fejlődésével elérhetik a betegek élethosszának növekedését és életminőségük javulását. Ha tudjuk az okot, hogy miért alakul ki, meg hogy fejlődik, akkor nagyjából tudjuk az ellenszerét is. Ezért van az, hogy az utóbbi 10 évben ennyi új gyógyszer, gyógymód jelent meg, és mi már nagyon sok daganatot krónikus betegségé lehet tenni. Azaz, mint például egy cukorbetegséget, ahol nem gyógyul meg a beteg a cukorbetegségétől, hanem mindig cukros lesz, és mindig valamilyen kezelésre szorul, azért közben meg lehet tud élni egy teljes életet. Mára világossá vált, hogy a betegségek kialakulásáért nem csupán a genetika vagy az egészségtelen életmód tehető felelőssé. Lackóné Majer Réka egészségpszichológus úgy fogalmazott, az okok megtalálásához egy páciens egész személyiségét, életét, kortörténetét meg kell vizsgálni. Sok esetben ugyanis a mindennapi stressz helytelen kezelése válthatja ki a problémát. Ezek teljesen hétköznapi dolgok, ami mindannyiunkkal megtörténik, a sok munka, párkapcsolati nehézségek, anyagi gondok, amik vannak olyan betegek, amiknél igazából nem okoznak problémát, és vannak olyanok, akik azt érzik, hogy képtelenek megküzdeni ezekkel a nehézségekkel. Azt érzik, hogy tehetetlenek, hogy beleragadnak egy nehéz élethelyzetbe, mintha nem tudnának ebből kitörni. És gyakorlatilag ugyanez vetül át az immunrendszer pici apró sejtjeire. A felmérések azt mutatják, 1999-től 2015-ig több, mint a duplájára emelkedett az új megbetegedések száma Magyarországon. Azóta viszont jelentős emelkedés nem volt tapasztalható. A leggyakoribb rákfajták közé tartoznak a bőr rosszindulatú elváltozásai, valamint az emlőrák és a tüdőrák.